Nagy tisztelettel köszöntöm a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című magazin műsorának kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mielőtt indulna márciusi műsorunk, nézzük főbb témáinkat egy-egy mondatban. Újjá kell születnetek! 11 településen várják lelki délutánokra a híveket. Kelet-Pécset! Egyetemi lelkészségek találkozóját rendezték a püspöki székhelyen. Afréka és Bősze Ádám bolyban, plébániai programok a nagybőti készület jegyében. Szólj be a püspöknek! Egyetemistákkal beszélgetett a főpásztor. Nagybőjt idején Baranya és Tolna vármegye 11 településen rendez lelki délutánokat a Pécsi Egyházmegye. Lelki gyakorlatos előadásokon, elmélkedéseken és püspöki szentmisén vesznek részt a hívek, akiket Felföldi László főpásztor Bonyhádon is köszöntött. A Pécsi Egyházmegye által életre hívott nagybőjti lelki délutánok sorozat bonyhádi helyszíne a helyi Jónás János közösségi házban volt. Felföldi László főpásztor és Vigand István bonyhádi plébános köszöntötte a szép számmal egybegyűlt hívek közösségét. A megyés püspök annyit kért mindenkitől, hogy szívvel, lélekkel és szellemmel legyenek jelen, mert az Isten mindenkinek készített ajándékot, de csak úgy tudják azt átvenni, ha a megérkezést követően teljes odafigyeléssel itt vannak. És valóban így történt, mindenki maximálisan teljesítette vállalt feladatát. A nap főszereplői mindenről a következőket gondolják. Régebben is mindig tartottunk nagybőjtben lelki gyakorlatot. Ugye a húsvétra készülünk, ez egy bűnbánati időszak, ilyenkor jó, ha az ember egy kicsit jobban a maga mélyére néz. Nagybőjti lelki gyakorlatnak fontos része az, hogy van szentgyónási lehetőség. Ilyenkor régebben is igyekeztünk több papot is összegyűjteni, hogy el tudják végezni, aki szeretné a szentgyónását. Most tavaly óta püspök atya kezdeményezésére vannak ezek a nagybőjti lelki délutánok. Tavaly is tartottunk itt Bonyhádon, és idén is szeretnénk ezt ma megtenni. Üdvözli ezt a közösség? Jó szíve jönnek el közösségbe imádkozni? Igen, igen. Bonyhádon amúgy is vannak mindenféle közösségi programok a misén és a más liturgikus alkalmakon kívül is, úgyhogy biztosan sokan fognak ma is jönni. Hogy telik ez a nap? Hogy van tervezve? Gyakorlatilag milyen napi rendi pontok vannak? 2:30 kezdődik, mindjárt az elejétől a végéig lesz szentgyónási lehetőség több helyen. Lesz egy lelki gyakorlatos előadás, amit Pécsi Rita fog tartani, utána püspök atya fog beszélni, utána lesz két elmélkedés, amit Molnár Péter és a nemrégiben Bonyhádon szentelt diákonus Szőcs Gábor fog tartani, és végül 6 órakor lesz egy szentmise a templomban. Erre mondják, hogy ez egy szép kerek történet. Igen, igen, mondhatjuk ezt, így van. Egyébként visszatérve az imához, melyik értékesebb, az egyéni ima vagy a közösségi? Azt gondolom, hogy a közös ima az támogatja az egyéni imádságot is, hogy jó látni, hogyha más is imádkozik, más is fordul a Jóistenhez, és akkor ez engem is biztat, hogy többször megtegyem ezt egyedül is. Horváth Klára, a közösségi taggal beszélgetünk arról, hogy milyen múltja, milyen hagyománya van itt az ilyenkor szokásos lelki gyakorlatoknak. Korábban is összejártak-e már a hívek nagybőjt idején? Hogyne, ennek nagyon régóta van nálunk hagyománya. Minden évben más megoldás születik, van, hogy tridómot tartunk. Tehát ez teljesen a plébánő szándékától, meg a vállalkozó paptestvérektől is függ. Hát sok neves név is volt már itt a városban, tényleg Barsi Balázs atyáéktól kezdve sokakkal találkozhattunk, de hát én mégis a mai napot várom, mert a környékbeli paptestvérek is jönnek, és az elmúlt évben ugyanezen a lelki délutánon, amit püspök atya szervezett, és nagyon értékes tanításokkal gazdagodtunk, úgyhogy nagyon lélekemelő tud lenni egy pár óra is a nagybőjtben,
főleg úgy, hogy összejövünk a környékről, kicsit messzebbről is, és olyanokkal vagyunk együtt imádságban, szentmisén, akikkel egyébként nem találkozunk. Mondhatni, egy lelki hullámhosszra kerülnek? Mindenképpen. Az egyik lelki gyakorlaton talán Janó atya mondta, hogy a Szentlélek olyan, mint a hullám, ilyen hullám természete van, és ez annyira megragadott engem akkor, és utána még sokat gondoltam erre, és valóban van egy közös lelki hullámzás, egy rezgés, ami azonos hullámhosszra hangolja a jelenlévőket, akár a beszédek által, akár a tanítás által, akár csak a jelenlét által, mert hiszen püspök atya jelenléte azért mindig emeli a találkozásnak a fényét. Miért fontosak a lelki gyakorlatok? Ön is meg annyi alkalma részt vett már rajtuk. Mit ad Isten igazából az egyén számára? Hát kell az ember számára mindig egy-egy alkalom legyen arra, hogy kiszakadva a környezetéből, kiszakadva a munkájából, még egy picit a családjából is kiszakadva elvonuljon, elgondolja az életét, rendezze a sorokat, és hasonlók. Ön is tart ma előadást, milyen tematikában, milyen témát választott, amit szeretne megosztani a hívekkel? Hát kaptam egy történetet még hozzá, a béna meggyógyítását, és ez a történet köré épül el mondani való. Általában, hogyha a lelki gyakorlatokról beszélünk, közösségről is beszélünk, jó közösség van Bonyhádon, szívesen jönnek össze az ilyen alkalmakkal? Igen, így van, jó közösség van, élő közösségek vannak jelen, többfajta lelkiség, és együtt vagyunk közösen itt a szentmiséken is, illetve egyéb ilyen lelki programokon, például most a mainin is. Jó dolog, hogy mindez föl van fűzve egy megyei, egyházmegyei programsorozatra, gyakorlatilag meg annyi településen vannak ilyen gyakorlatok? Mindenféleképpen, mert látszik azt, hogy az egyház él, egyháznak van mondani, van küldetése, és van közösség az egyháznak, van egy olyan csapat, akikre tényleg lehet építeni, illetve akinek igény van arra, hogy egymást is megismerjük, hiszen a környékbeli falvakból is jönnek ide az emberek. Püspök atya, mit kell tudni az egyházmegye által szervezett lelki gyakorlati napokról? Ez a sorozat, ez hogy lett kialakítva? Régen minden egyházközségnek megvolt a maga úgynevezett lelki gyakorlatos időszaka, amikor egy kicsit úgy önmagukra, lelkükre figyeltek. Ezt különböző módon szerveztük, volt, amikor ilyen három este, volt, amikor egy napos, de most, hogy csökken az erőnk, és nehéz ennyi egyházközségben ezeket megtartani, nagyon fontos, hogy tömbösítsük, de ugyanakkor meg a minőségen meg emeljünk. És így született ez a gondolat, hogy egy-egy egész délután töltsünk együtt, végig előadásokkal, elmélkedésekkel, és hiszem, hogy sokkal gazdagabb, több lelki gazdagságot, erőt tudunk átadni. Ez egyben egy kicsit szabad egyetem is? Nem, én inkább ezt inkább csak ilyen spirituális, pasztorális, lelki vonalnak tekintem, de egyébként meg egyetértek, mert például ma is és mindenütt az első előadás az egy szakembernek az előadása, a családról, a nevelésről, az életről, a kapcsolatokról, tehát valóban van benne úgynevezett szabad egyetemi gondolat is, de vagy a praktikumról ilyenkor tudunk beszélgetni. Közösségben jobban rá lehet-e hangolódni az ünnepre? Gyakorlatilag a közösség ereje miben mutatkozik meg? Igazából az ünnep az közösség. Egyedül is lehet ünnepelni. Én is éltem már meg egyedül ünnepet, de az egészen más. És hogyha az közösséget sikerül életszerűbbé, gazdagabbá, teljesebbé tenni, akkor az ünnep is többet tud adni, ajándékozni az ott jelenlévőknek. Hogy érzi, egy kicsit magára is gondolva, hogy ez a hívószó, amikor egy püspök atya megjelenik egy ilyen rendezvényen, ez azért integrálja a közösséget a térségbe? Természetesen van ereje, hogy én is azt mondom, hogy tessék jönni, de a legnagyobb ereje annak van, ahogy helyben, akár a lelkipásztorok, hitoktatók, szolgálattevők azt mondják, hogy fogjunk össze és menjünk. Az mindent überel. Nagyon sokszor, ahogy én hiába mondom, ott helyben erre nem születik válasz. Tehát ezen is sokat kell dolgoznunk, hogy a helyi közösségnek legyen saját indító ereje, meghívója, és akkor együtt jöjjenek. A 21. század emberének mit üzen Nagybőjt? Elsodor bennünket a hírek áradata.
a mindennapok rohanása. És a nagybőtnek a lényege, hogy egy kicsit, mint fölmenni a hegyre, fölmenni a templomtoronyba és körülnézni, egy kicsit kiemelkedni ebből a mindent leszürkítő, mindent zsugorító, feszült rohanásból, és azt mondani, hogy honnan jöttem, hol vagyok, és hová tartok, ha így megyek tovább. És akkor lehet egy kicsit tisztázni az életet, a kapcsolatokat, amiről ma is szó lesz, és természetesen a lelkünknek, a szívünknek a helyzetét. Uzsonyné dr. Pécsi Rita önneveléssel foglalkozó nyitó előadása a rejtett tartalékainkról, szorongásainkról, ingerlékenységünkről és elmagányosodásunkról szólt. Mindezt nagyon ügyesen átvezette a hit és az ima lélekgyógyító erejéhez. Később Felföldi László főpásztor és más előadók is sokat tettek hozzá a lelki gyakorlat teljességéhez és sikeréhez. A tartalmas bonyhádi délután végül szentmisével zárult. A Kárpát-medence egyetemi lelkészségeiről érkeztek fiatalok Pécsre a Kelet elnevezésű találkozóra. Összeállításunk betekintést nyújt a változatos közösségi programokba. A határainkon innen és túlműködő katolikus egyetemi lelkészségek közösségeinek mintegy 200 fiatalja találkozott Pécset, ahol a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Egyetemi Lelkészség volt a házigazdája a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának, a Keletnek. A szervezők fontosnak tartották, hogy a fiataloknak időt és teret biztosítsanak arra, hogy megismerjék egymást, megosszák tapasztalataikat arról, hogy találják meg és állják meg keresztény emberként helyüket az egyetemista mindennapok kihívásai közepette. A programok abban segítettek, hogy a fiatalok felfedezzék önmagukat, küldetésüket és feladatukat az egyházban, közösségeik életében, valamint újra és újra rádöbbenjenek az Istennel való kapcsolatuk valóságára. Mindenről a többnapos találkozó pécsi főszervezőjétől, Kovács József püspöki titkártól, egyetemi lelkésztől tudhatunk meg még többet. Akkor jó házigazdának lenni, hogyha mögöttünk van egy nagyon jó csapat, aki segít a szervezésbe, és elmondhatom, hogy mögöttem, mint egyetemi lelkész mögött egy nagy csapat van a hittudományi főiskoláról, az egyetemről, akik segítenek az egyetemi lelkészség égisze alatt megszervezni ezt a rendezvényt. Miről szól ez Isten igazából? Milyen üzenettel bír kifelé ez a mostani találkozó? Ez a 14. találkozó is. Tegnap az országos egyetemi lelkész elmondta, hogy ennek a megálmodója Fákozdi István atya volt Budapesten, és a találkozás volt a legfőbb indoka, hogy létrejöjjön az egyetemi lelkészségek közötti kapcsolat, a találkozás, hogy meg tudjuk osztani egymással az élményeinket, az egyetemi tapasztalatokat, hogyan éljük meg az egyetemen a lelki életünket. Egy fiatal számára mindig kellenek fogódzók. A hit lehet egy ilyen fogódzó, és hát főleg ezekben a nehéz években, amíg az egyetemi diplomáig eljut ez a fiatal ember vagy hölgy, addig mindenképpen kell, hogy ezek a kapaszkodók meglegyenek, és persze utána is. Így van. Ennek a találkozónak a témája a béke, és ebbe a békébe szeretnénk ezt a találkozót folyamatosan így mélyíteni, és utána hazavinni ezt a saját egyetemi közösségeinkbe. Elmondható, hogy egészen másképp lehet megélni a békét Kárpátalján, most ebben a háborús helyzetben is, és másképpen akár Sopronban, ahol mondhatni így, nincs semmilyen háborús helyzet. Milyen utóélete van általában ezeknek a találkozóknak, ezek a fiatalok itt egymással a kapcsolatot felvéve, netán még tartják is a jövőben is a kapcsolatot? Egy saját élményt szeretnék elmesélni. Én 2 éve vagyok egyetemi lelkész itt Pécset, és tavaly Debrecenben volt ez a rendezvény, és 4 fiatallal úgy jöttünk haza, hogy jövőre is szeretnénk jönni, és jövőre is részesei szeretnénk lenni ennek a rendezvénynek, bárhol is kerül megrendezésre. És hogy erőt ad ez a rendezvény, hogy nincs egyedül az egyetemista, ez a korszak azért olyan, hogy szeretünk így magunkba fordulni, de egyben már kifele is keresni a közösségeket,
és így megélni a hitet, és ez hatalmas nagy erőt ad és lendületet. Törő András urat kérdezzük arról, hogy milyen a hangulata mostani keletnek itt Pécsen. Minden helyszín hozza magával a sajátosságait, amit a helynek a jellege tud adni. Én azt gondolom, hogy ennek a találkozónak is egy nagyon jó hangulata van, egy nagyon jól megszervezett találkozó. Megvan évek óta a programja ezeknek a keleteknek, a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségi Találkozóknak. Ez a 14. találkozó. Annyi szerencsés, hogy ugye a korosztály, illetve a jelenlévők azok folyamatosan rotálódnak, hiszen az egyetemi lelkészségnek a korosztálya az folyamatosan nő ki és halad tovább, is lépnek be újak, akik a felsőoktatásba bekerülnek. Ezért jó, hogy a programrendszer az egy ilyen nagyon stabil úton tud menni, ebbe bele tudnak kapaszkodni az aktuálisan szervező lelkészségek. Hagyományosan pénteken délután van a megérkezés, az országnak több pontjáról, illetve hát a Kárpát-medencéből érkeznek résztvevők. Most is érkeztek Erdélyből, Kolozsvárról is jelenlévők, akik eljöttek erre a találkozóra. Pénteken van a megérkezés, a találkozás, egy ima estel szokott kezdődni, ami segít egy kicsit a hétköznapoknak a zajából egy kilépni, megérkezni, megtalálni saját magunkat, megfogalmazni a kéréseinket, szándékainkat a hétvégével kapcsolatosan. És a szombati délelőtt az, ami a témát szokta hozni. Az idei évben a szervezők itt Pécsett a békének a témáját járják körül. Aktuális téma, nyilván ismerjük a körülöttünk zajló világot, és jó ezt a témát, a békének a témáját egy keresztény szemüvegen keresztül megközelíteni. Milyen a fogadtatás itt Pécsen? Gyakorlatilag mit kaptak eddig a pécsiektől? Jó házigazdák? Igen, kiváló jó házigazdák. Évről évre ezt tapasztaljuk meg, hogy a lelkészségek számára ez egy nagyon jó lehetőség, amikor egy ilyen programot szerveznek. 2023-ban a Debreceni Egyetemi Lelkészség szervezte ezt a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségi Találkozót, és az volt a tapasztalatom, hogy a lelkészségnek a tagjait, a résztvevőket megmozdította, összehozta, közös gondolkodásra inspirálta egy ilyen szervezés. És ezt tapasztalom most itt 2024-ben Pécsett is, hogy József atyának és a csapatának ez egy nagyon jó összerázódás, egy nagyon jó lehetőség arra, hogy közösen haladjanak az úton, közös programokat tudjanak szervezni. Úgyhogy, és ezt a lelkesedést lehet megtapasztalni abban a fogadtatásban, az első találkozásokban, amiben részünk volt eddig. Milyen munícióval térhetnek haza innen a fiatalok, mind lelkileg, mind szellemileg gyarapodva? Több fronton zajlik így a találkozás. Ugye tegnap volt egy nagyon gyönyörű, megérintő ima est a Székesegyházban. Nyilván egyfajta lelki feltöltődéssel. Most egyfajta szellemi feltöltődés is zajlik, hiszen magát, a témát több emberrel járják körül. És van egyfajta személyes kapcsolati lehetőség is, hogy hogyan tudnak alakulni a személyes kapcsolatok, találkozások, barátságok, kis csoportok. Nem egy egyetemhez kötődnek már a mai egyetemisták, az alap- és mesterképzés miatt átjárások vannak az egyetemen, és jó azt megtapasztalni, hogy egy-egy ilyen találkozó alkalmával milyen új kapcsolatok tudnak születni, amelyek aztán a jövőben majd tovább tudják kísérni őket, vagy egyszerűen csak egy távolabbi barátság, ismeretség alakul, amelyek erősíteni tudják a hétköznapokat. Krisztóf, Debrecenből érkezett, és nem az első kelet rendezvény, amin részt veszel. Milyen hangulata van ezeknek az eseményeknek? Miért jó ott lenni? Igazából ez egy nagyon jó találkozási pont. Országunk és igazából az egész Kárpát-medence egyetemista fiataljainak, hívő egyetemista fiataljainak a találkozópontja. Megismerhetünk új, hozzánk hasonló gondolkodású embereket, és nagyon jó hétvégét tudunk velük együtt eltölteni. Így az előző napok, hetek már így a várakozás egyébe teltek, már nagyon készültetek ide? Igen, nagyon szerettünk volna eljönni. Ugye mi nagyon messziről érkeztünk Debrecenből, de az út nagyon jó hangulatban telt, és sikeresen ideértünk. A lelkészségek általában hogy működnek? Például Debrecenben állatok, hogy működik ez a rendszer? Minket Törő András atya hozott ide. Az egyetemi lelkészségen ő ugye a vezető, többek között kurzusokat tart az egyetemen, lehetőséget ad online, illetve személyes találkozásokra, lelki beszélgetésekre, ezen kívül számos programot is szervez a város fiataljainak, az érdeklődők fiatal katolikusoknak. Most kihoztunk éppen egy beszélgetésről, aminek a témája a béke. Te benned mi érlelődött meg, milyen gondolat ezzel kapcsolatosan? Igazából láthatjuk a jelenlegi helyzetben, hogy nagyon-nagyon
veszélyes most jelenleg a világban élni. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami a békétlenségre ad okot. És ez a találkozó, illetve a találkozó motto, hogy a békét keressük, ez a mi szívünkben is nagyon fontos, hogy meglegyen, hiszen tehát nagyon-nagyon kevés olyan alkalom van, amikor az ember igazán meg tudja élni azt, hogy békés önmaga szempontjából is, mert magunkban is rengeteg békétlenség van. Ez kivetül a világra is ugyanúgy. Itt ezen a találkozón igazából az egy nagyon nagy erőt ad, az ad egy nagyon nagy erőt számomra, hogy itt talán olyan gondolatokat tudunk megfogalmazni magunknak, ami által a békénket, a belső lelki békénket tudjuk növelni, és hogyha ez kivetül a világra, akkor az egy szebb jövőt fog nyújtani mindenkinek. Hogy tetszik neked Pécs eddig? Milyenek a benyomásaid? Nekem Pécs az egyik legkedvesebb város. Hiába, hogy nem itt, sose éltem itt. Nagyon-nagyon szép a belváros, illetve az intézmények, ahol eddig voltunk, a bazilikáról nem is beszélve. A Kelet mottója szerint hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában. Ezen bölcs bibliai idézettel a szívükben és meg annyi közösségi élménnyel a lelkükben térhettek haza a keresztény fiatalok a háromnapos pécsi találkozóról. Három kiemelkedő esemény házigazdája volt a Bói plébánia Nagyböjtben. Egy zenetörténészt, egy Afrikában kórházat építő orvost, illetve a pécsi gesztenyés közösség lelki gyakorlatát is fogadták és befogadták a házigazdák. Szinte egymást követően három jelentős esemény színesítette a Bói plébánia és a hívek közösségének életét a nagybőti időszakban. Mindezek jelentőségéről, közösségkovácsoló erejéről Kutas Attila plébános mondja el gondolatait. A röviden összefoglalnánk azt, hogy a nagybőjti lelki időszak hogy zajlik Bolyba, melyek voltak a főbb állomásai eddig az ide látogató vendégseregnek? Hát szerencsés együttállás, hogy egy héten belül két kiváló embert tudtunk a plébániai közösség nevében fogadni, barátaimmal együtt. Az egyik Bősze Ádám zenetörténész volt a vendégünk, aki a teremtés, az alkotás kérdéskörét járt a körbe, hogy a zenében hogyan történik mindez, hogyan alkotnak a zeneszerzők. Ez volt az egyik a segítő estek keretében, mint negyedik alkalom. Ő volt a vendég. Erről a témáról, hogy teremtés a zenében, nincs konkrét előadásom, mármint olyan előadás, amit elkészítettem volna. Előre is azzal járnám az országot évek óta. Ezt kifejezetten Kutas Attila kérésére az itteni programsorozatban, amely a teremtésről szól, illeszthetjük bele, mert ezt ő szerette volna, hogy erről legyen szó. Úgyhogy én, amit én tudok ebben a témában, azt megpróbáltam összeszedni, de nem az lesz a téma, amire az emberek várnak. Mert hogyha azt mondom, hogy teremtés a zenében, akkor egy feketeöves, komoly zenerajongó rögtön azt mondja, hogy biztos Joseph Haydn Teremtés című oratóriumáról lesz szó. Hát mindenről lesz szó, de arról nem. Sokkal inkább szeretném azt bemutatni, vagy annak egy picit utána járni, hogy a teremtés, mint alkotás, az egy zenésznél, egy zeneszerzőnél hogyan is megy végbe. Hogyan születik meg egy zenemű? Annyit szoktunk beszélgetni regényekről és versekről, hogy a költők hogy írják. Azt nem tudjuk ennyire könnyen tetten érni, hogy egy zeneszerzőnél az ihlet, a határidő, a kottapapír, a kereskedelem, a piac az egyáltalán mennyire meghatározó tényező, és ez mennyit változott az évszázadok során, úgyhogy én inkább erről szeretnék beszélni. A gesztenyés katolikus közösség családjai háromnapos lelki gyakorlaton vettek részt Bolyban, Kutas Attila plébános segítő együttműködésével. A gesztenyés titka a közösség népjellege. Együtt próbálják megérteni, hogy Isten az embereket, mint népet akarja vezetni, és ők együtt népként tartoznak ő hozzá. Együtt alkotják Isten nyáját és felelősek egymásért, vallják a gesztenyés közösség tagjai. S hogy mit kaptak a Bolyi háromnaptól és a lelki gyakorlattól, már is megtudhatjuk. Hát az időről gondolkodtunk, az időről imádkoztunk, hogy az idő hogy jelenik meg a gondolkodásunkban, a szívünkben, az egész életünkben, a múló idő, illetőleg az örök jelenlét, és hát a házaspárokkal, akik a gesztenyes közösség tagjai, e körül a kérdés körül mozogtunk ebben az egy-két napban.
A nagybőjt arra is jó, hogy egy kicsit közösséget kovácsoljunk, és hát közösségen belül éljük meg a hitvallásunkat? Igen, a közösség nagyon fontos, és nem lelkiismeret furulásom volt, inkább öröm a szívemben, hogy amíg a pécsi gesztenyés közösség hozzám jött lelki gyakorlatra, addig a bói plébánia színjátszói Pécsen próbáltak a tetjén, mint közösség. Szóval, hogy együtt zarándokolni, együtt mozogni, még ha ezt ma nagyon nehezen tudjuk megvalósítani, mert mindenkinek ezerféle feladata van, de mégis törekszünk rá. Szóval, hogy olyan szép közösségben megélni ezeket a szent időszakokat. Beszélő Tamással beszélgettünk a lelki gyakorlatról, amelyre egy közösséggel érkeztek. Mit kell tudni erről a kis közösségről? Gesztenyés közösség, katolikus közösség, Pécsett élő családos emberek vagyunk, körülbelül egy 50 fő, és már 25 éve összejárunk, és létezik a közösségünk. A gesztenyés közösség elnevezés onnan származik, hogy Pécsbánya telepen a gesztenyésbe van egy bázisunk, ahol egy megürült plébánián lakott két család, még most is ott lakik egy család, és a környéken többen vettek házat, sokat vagyunk itt. Mit kell tudni a nagybőjti lelki gyakorlatokról, mennyire állandó ez a ti életetekben? Az évek során mindig próbáltunk a közösségnek egy-egy lelki gyakorlatot szervezni az év során. Elsősorban Nagybőjtben, de volt olyan is, hogy Adventben, de talán majdnem minden évben sikerült egy hétvégére, egy-két napra Nagybőjtben együtt elvonulni. Ebben az esztendőben Bolyra érkeztetek, ahol Kutas Attila plébános atya a vendéglátótok. Mit kaptok tőle? Hogy zajlik maga a lelki gyakorlat? Most kezdődött a lelki gyakorlat. Attila atyát ismerjük régóta. Reméljük, hogy a húsvéti készületünket segíti, illetve ez egészen biztosan így lesz. Már a közösségnek az együtt töltött idő is nagy ajándék. És biztos vagyok benne, hogy Attila atyától is sok mély gondolatot kapunk, ami épít minket. Ilyenkor a közösség természetesen együtt van, együtt lélegzik három napon keresztül. Milyen gondolatok szabadulnak föl a beszélgetések során? Mennyire engeditek Krisztust közel magatokhoz? Ennek azért nagy hagyománya van. Sok olyan lelki gyakorlatra emlékszem az elmúlt évekből, amikor egy-egy egészen mély megnyílás is történt. Nyilván egyéni élethelyzetektől függ, de olyan mélységek is jönnek elő emberekből, fájdalmak, örömök, ami máskor a hétköznapok során nem történne meg. Ez a közösségi együttlét a hiteteket, vallásotokat is erősíti valamilyen szinten? Biztosan. Azért a többség elkötelezett keresztény, és ennek nyilván van egy dinamikája az ember életében, de azért nincsenek kétségeink alapvetően a hitben. Ennek ellenére a lelki gyakorlatok szoktak a lelki élményeknek a forrása lenni. Tehát biztosan sok ilyen megerősítő élmény is ér minket ilyenkor. Dr. Fodor Réka vagy Afréka nevével fémjelzett közönség találkozón vett részt a bói plébánia invitálására a helyi Erzsébet vigadóban, ahol a nagy közönség előtt számolt be eddigi orvosi misszióiról, az általa koordinált nigériai kórházépítésről és a pécsi püspöki hittudományi főiskolához fűződő viszonyáról. A misszió nagyon régen indult, 12 éves koromban, semmi nem úgy alakult, ahogy akkor elképzeltem, de pont ez benne a lényeg, hogy igazából mindig változunk, a Jóisten vezet minket, és mindig csak a következő lépést tudjuk. Eddig 15 orvos missziót végeztem, vagyis hát végül is irányítottam, hogy úgy mondjam, ebből 10 Nigéria, 2 Gána, 1 Csád és 1 Kongó. Ez rengeteg, ezt nem lehet átadni pár mondatba. Csomó mosoly, csomó éjhalál, csomó rizsosztás,
de a legeslegfontosabb igazából nem is a gyógyítás ma nekem, hanem az iskola meg a tanulás. Tudnék, nem csak egészségbiztosítás nincs ezekben az országokban, hanem ingyen tanítás sincs. De most azok a gyerekek, akik mély szegénységben vagy nyomorban élnek, azoknak esélyük sincs az iskolára. Hogyha valaki ott iskolás lesz, akkor igazából ő neki megváltozik az élete. Nagyon hálás, 40 fokos lázzal, hogyha bebír menni, bemegy az iskolába. És ő nekik van esélyük, hogy ne generációkra ragadjanak bele a nyomorba. Tehát most nekünk az ösztöndíj program és az iskola építése legfontosabb. Ugye maga az iskola építése, mennyi pénz jött össze ez idáig? Mennyi kellene még ahhoz, hogy elkészüljön ez az iskola? Amikor mi elkezdtünk pár évvel ezelőtt erről álmodni, akkor egy helyi pénz, egy forint, 1,2 helyi pénz volt, most meg 5. Tehát egy 400%-os áremelkedés van, és elképesztő gyorsan mennek föl az árak. Az eredeti tervben 20 millió forintból meg lehetett volna csinálni a sulit. Most a 20 millió forint pontosan a felére volt úgy elég, hogy már lecsökkentettük a költségeket. Jelen pillanatban nagyon-nagyon drága minden Nigériában, nem csak a rizs, hanem az építőanyag, minden. Úgyhogy most azért mondta Kriszti, hogy még kell 15 millió forint, mert abból meg tudjuk csinálni a második szintet is. Ehhez 300 gyerek fog tudni tanulni, tehát ez nem egy pici iskola. Most ezek a gyerekek ugyanúgy járnak iskolába, kb. 150-en, csak nincs fedél, csak ilyen botokból, meg nylonzacskóból, de tanítás van. Van, hogy eláznak, van, hogy éhesek maradnak, van, hogy nem jutnak el, de mégis van tanítás, az apácák ingyen tanítják őket. Ami pénzbe kerül, az az épület és az étel. Ha valaki eljut ebbe az iskolába, akkor naponta egyszer tud enni. És ehhez most még igazából a 15 millió forintból már a fele összegyűlt. Egy kicsit meséljünk nekünk az orvos misszióról, mennyiről és pokorról, hiszen amikor elment egy szentmisére, akkor több ezren vettek azon részt, és amikor bement a kórházba, akkor valóban egy pokoli érzés, hiszen rengeteg beteg, köztük nagyon sok gyermekkel. Igen, tehát a legnagyobb diszonancia bennünk már évek óta, hogy ez a menny és pokol van, hogy óránként változik az emberben ez az érzés. Tehát a hitük, a hitük magával ragadó, egyszerűen elképesztő, hogy ott, ahol bármikor fegyveres támadás lehet, bármikor vértanúk lehetnek, elrabolhatják őket, vagy akár nem ettek két napig, olyan mosolyuk van, hogy itt el sem tudjuk képzelni, mindenki dicsőít, 3 órás a mise, és fel sem merül bennük, hogy hibáztassák az Istent az ő úgymond bal sorsukért, míg az ember ekkor érzi magát tényleg a mennyországba, majd bemegy a kórházba, és banális fertőzésebe azért halna bele, mert nem volt az a 10 dollárjuk vagy 5 dollárjuk meg, amitől tulajdonképpen meg tudtak volna még időbe gyógyulni. Mikor bemondják a misén, hogy megjött mondjuk a doktor Réka, akkor ugye megindulnak. De van, aki már 2-3 hete válságos állapotban van egy gyerek, és van, hogy már agyhártyagyulladása a kezeim között halt, mert mire beértek, mert már késő volt. Nem hanyagságból, hanem egy átlag, szegény afrikainak nincs is benne a menüjében az, hogy ő neki jár egy kórház. Több ezer embert gyógyított meg, ugyanakkor önben ott az érzés, hogy hát ott van még több millió ember, aki vár arra, hogy orvosi kezelést kapja. Tehát gyakorlatilag, ha valakinek nincsen pénze, akkor ő potenciálisan meghal, és potenciálisan analfabéta, kivéve, ha valaki szponzorálja. De gyakorlatilag ezt nekünk a legnehezebb megérteni. Ők ebbe szocializálódtak, nekik ez viszonylag természetes, ők ezért nem hibáztatnak senkit. De az tény, hogy ha nincsen megfelelő egészségügyi ellátás, akkor banális fertőzéseknél is, hogyha mi adunk egy picit, akkor nagyon-nagyon nagy változást tudunk elérni. Ha mindenki csak azt csinálna, ami a feladata, akkor nem lenne ez a világ rossz. Nekem nem az a feladatom egyedül, hogy megváltsam a világot, amúgy már meg van váltva, de nekem az a feladatom, hogy ami az én befolyásolási körömben van, azt a lehető legjobban föl tudjam használni a Jóistennek az adományait. Ha ez egy kicsit nagyobb csepp a tengerben, mint egy másik embernek, az egy dolog, de én semmiképp sem tudok több csepp lenni, csak egy. És hogyha mindenki így dolgozna, így gondolkodna, akkor szerintem a világ egy gyönyörű hely lehetne. Ön a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola nagykövete. Mit jelent ez a mindennapokban? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, de egyébként azt jelenti, ez egy nagyon szép elismerés. A Gusztival, a rektorral mi már évek óta nagyon komolyan dolgozunk például azon, hogy hogyan tud ő is segíteni ebbe az Afrika Alapítványba.
A kapcsolatunk több évvel ezelőtt kezdődött, amikor nem csak a három papnak segítettek abba, hogy hogy lakjanak, stb., hanem van négy lányunk is, aki ugye ápolónő lesz. Most mind a négyen ingyen lakhatnak a Pécsi Hittudományi Főiskolának az épületében már. Nekem tulajdonképpen annyi a feladatom, hogy megosztom a Facebookon és népszerűsítem valamennyire, amennyire lehetőségemhez telik a főiskolát. Ami még plusz, az még félig nem is hivatalos, hogy tervezi a rektor úr, hogy most szeptembertől már még 5 diákot várunk Onitsából, Nigériából, akik ebből az egyházmegyéből érkeztek, akik már nem ápolónők lesznek, hanem hittantanárok, tehát a maga a főiskolára is sikerült 5 pozíciót szerezni. Most azon megy a tárgyalás, hogy ki tudja ugye azt segíteni, hogy miből fognak enni, stb., mert azért nagyon sok járulékos költség van. Ami fix, az a tandíj megvan, és megvan az, hogy a hittudományi főiskolán ingyen lakhatnak. A misszió teljes energiával megy tovább? Hát persze, az a helyzet, hogy amikor jövök haza egyik országból, Afrikából a repülőn, már számolok, hogy hány előadás, hány adomány, tehát már sakkozok és gondolkodom, hogy hogyan tudok visszamenni. Ez ugyanolyan fertőző betegség igazából, mint minden más, vagy függőség, de szerintem, ha valamit az ember szenvedéllyel csinál, és az mondjuk nem káros az egészségére, vagy legalábbis nem olyan, mint egy cigi vagy egy alkohol, akkor az jó dolog. Tehát szenvedély nélkül szerintem butaság élni. De igazából nekem ez a misszió. A Bolyi plébánia Kutas Attila atya vezetésével igen tartalmas nagybőti időszakot tudhat maga mögött. Adalékként még csak annyit, hogy Püspök atya felkérésére a plébánia amatőr színjátszója virágvasárnap 15 órakor mutatják be a Passiót, mégpedig Pécset a Tettye szabadtéri színpadán. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány egyetemi kollégiumába látogatott a pécsi megyés püspök. A pécsi kollégium Szeráfikumban a Szólj be a püspöknek címmel megrendezett kötetlen beszélgetésen egyetemista fiatalok kérdezhették a főpásztort. 2023 tavaszán találkozott első alkalommal a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány által fenntartott pécsi kollégium Szeráfikum lakóival, Felföldi László megyés püspök. A találkozó akkor annyira sikeres volt, hogy egy év elteltével, idén február 8-án az egyetemisták újra egy beszélgetős estén tehették fel kérdéseiket a főpásztornak, mégpedig Szólj be a püspöknek címmel. Dobosiné Rizmájer Rita, a kollégium Szeráfikum igazgatója, a rendezvény házigazdája köszöntötte Felföldi László püspököt, aki közvetlen stílusban szókimondóan, olykor a humort sem nélkülözve válaszolt a hallgatók előzetesen egybegyűjtött, vagy éppen spontán módon feltett a hitre, az egyházra, vagy a főpásztor személyes életére vonatkozó kérdéseire. Igazgató asszony, a mai rendezvényről kérdezném először is, milyen érzésekkel készültek püspök atya fogadására? Nagy örömmel, nagy izgalommal és nagy készülettel, tehát sokat dolgoztunk, szépítettük a helyet, felújítottunk dolgokat és nagy örömmel vártuk. Igazából meg kell mondanom, hogy maguk az itt élő, itt lakó egyetemisták, 90 fő lakja a kollégiumot, az ő felvetésük volt, hogy hívjuk el a püspök atyát, és még kérdéseket is gyűjtöttek neki, úgyhogy abszolút az ő kezdeményezésük. Úgy látom, készült már egy lista a kérdésekkel, amelyek vagy megfogalmazottak, milyen tematikában álltak össze ezek a kérdések? Igazából én három tematikára bontottam fel a beérkezett kérdéseket. Az első, ami így a püspök atya személyére vonatkozik, hogy mint ember, hogy kapta a hivatását, milyen nehézségei vannak, stb. Tehát amikor a püspök atya arcát szeretnék megismerni a diákok. A második az a hitélettel kapcsolatos, inkább a belső, az emberek belső életében, hogy a tapasztalatai mögötte levő évek alapján milyen jó tanácsokat tud adni az elakadt fiataloknak, és a harmadik pedig az egyházat érintő aktuális kérdések. Nagy a lelkesedés a fiatalokban, nagyon várták már ezt a találkozást? Igen, várták, és itt is vannak, és nagy reményeim vannak, hogy be fogjuk tölteni ezt az aulát. Mindig ilyen pezsgő a kollégiumi élet, több ehhez hasonló, vagy legalábbis közösségi rendezvényeik vannak?
Igen, a mostani év szemeszter, tehát szeptembertől induló egyetemi évben óta, szeptember óta minden szerdán vannak ferences estek, amiket ferencesteknek nevezünk, és ezek tematikusak, minden szerdán vannak. Az első szerdákon van egy-egy meghívott vendég, akivel beszélgetést folytathatnak, akár egy professzor az egyetemről, akár nővérek, bárki. A második szerdákon a 8 boldogság nővérek jönnek, önismereti kurzust tartanak nekik. A harmadik szerdákon Pestről két fiatal ferences testvér jön le, és a ferences lelkiségről beszélgetnek. A negyedik szerdákon pedig, hát gondoltam, hogy a korukból adódóan érdekli őket egy párkapcsolati műhely, és azt hallgathatják, abban vitatkozhatnak, tehetnek fel kérdéseket. Úgyhogy szerda esténként megtelik itt az aula, igen. Püspök atya, miről szól Isten igazából ez a kezdeményezés, ahova ma érkezett? Jó szívvel jött-e a fiatalok közé? Természetesen nagyon jó szívvel, ez a papi életem, mert azt a fiatalokkal és a fiatalok között töltöttem. Ez igazából nevében olyan nagyon rendkívül, valójában egy igazi, ősi és ma is nagyon aktuális üzenet, hogy találkozzunk. Nagyon jó ötlet volt az, hogy templomon, úgynevezett házon kívül, és hogy bátran, szabadon kezdjünk el beszélgetni. De ez tökéletesen megfelel annak, amit Ferenc pápa most mond, hogy üljünk le, szinodálisan beszélgessünk, találkozzunk. Tehát én is ezt a beszélgetést, ezt a találkozást várom ma este. Úgy tudom, hogy amikor eltetszett fogadni a meghívást, akkor még nem látta a plakátot. Meglepődött, amikor először olvasta? Igen, mert eredetileg csak az volt, én voltam már itt ilyen beszélgetésre, de hát maga ez a név ismerős volt, csak én nem arra készültem. De így most már örömmel és szeretettel itt vagyok. Nem bánja, hogy kinyitották a kapukat, és bárki bejöhet most erre a rendezvényre? Nagyon jónak tartom, és örülök neki, mert akiben már van egy érdeklődés, eljön egy ilyenre, az már valami kérdést tesz föl. És a fiatalok élete az, hogy kérdezzünk, és várnak választ. Nem biztos, hogy mindenre tudok választ adni, de már maga az, hogy fölteszi az ember magában a kérdést, már egy óriási elmozdulás. Egy püspököt is meg lehet lepni egy-egy kérdéssel? Biztos vagyok benne, mindenképpen. De hát ez az élet, és nem is gondolok arra, hogy nekem ma itt mindenre kell válaszolnom, hanem igyekszem mindenre a legjobb tudásom szerint, és ha valamire azt mondom, hogy ebben én nem tudok érdemi választ adni, akkor azt is el kell fogadni, hisz az élet legnagyobb kérdéseire nem választ kell adni, hanem meg kell várni a választ. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy-egy kérdés után kialakul egy disputa, egy jó kis beszélgetés a fiatalokkal? Nagyon remélem, bízok benne. Voltak már ilyen előadások, találkozások, amikor egy párbeszéd indul, hisz ilyenkor én tanulok a legtöbbet. Ők kérdeznek, úgy tűnik én válaszolok, de én tanulom, hogy bennük milyen gondolatok, milyen érzések, milyen kérdések vannak. Elég nagy publicitást kapott már most ez a kezdeményezés. Máshova is elfogadja majd a meghívást, hogyha hasonló tematikában hívják? Örömmel, természetesen. Hisz én valójában ezt élem az egyházmegyében, amikor azt mondom, hogy munkatársakkal, felnőttekkel üljünk le, vagy iskolákban, mikor bemegyek a óralátogatásra, akkor mindig arról szól egy idő, hogy most eddig én kérdeztem, most ti kérdeztek. Tehát valójában ezt én a diákokkal élem. Ez nyilván egy kollégium és speciálisabb, de a lényege ugyanaz. Az előző percekben vendéglátóim meghívták egy körútra itt a kollégiumon belül. Mely helyiségeket tekintették? Hát nagy örömmel láttam. Nekem két helyiség volt, ami nagyon megragadta a szívemet. Egyik a kápolna, a csönd, ahol el lehet vonulni, ahol valahol a tér már az Isten felé vezet, és a másik meg egy nagyon-nagyon impozáns, nagyon szép tanuló, ahol meg hát miért itt vannak, hogy a tudást műveljék, és egyre több tudást szerezzenek, és valahol majd a diploma megszülessen az életükben. Diákok közül a rendezvény egyik szervezőjével beszélgetünk, aki maga megálmodta ezt a plakátot is. Milyen volt a fogadtatása? Hát az igazgatónővel konzultáltunk több fordulóban is, végül is erre jutottunk. Mindenképpen egy ilyen fiatalos, mégis ugye a névből fakadóan provokatív jellegű
eseményt szerettünk volna. Igazándiból az őszintébb és közvetlenebb hangvétel vagy légkör megteremtés az elsődleges cél, ahol feltehetjük szemtől szemben úgymond a kérdéseinket, ami manapság szerintem egy ritkaság, hogy egyáltalán így kíváncsiak ránk, mint fiatalokra. Megtiszteltetés, hogy püspök atya elfogadta a meghívásotok? Abszolút. Azért az ember nem minden nap találkozik egy püspökkel így élőben is. Onnan szintén a szervezőgárdában volt benne, és hát segítetted a többieknek a munkáját is. Nagy előkészítés volt itt az elmúlt hetekben, itt a találkozó kapcsán? Igen, ment itt a sürgődés, forgalódás, már az étkezések alkalmával is feljött az, hogy ki hogy várja esetleg, milyen kérdéssel készült a püspök atyának, és hogy mondjuk volt-e korábban ilyen élményben része. Nagy dolog, hogy egy püspök bevállal egy ilyen találkozást? Szerintem nagyon bátor dolog tőle, és nagyon sokat jelent a fiataloknak, én ezt személyesen is el tudom mondani, hogy amikor egy pap azt mondja, hogy ráadásul nem csak pap, egy püspök azt mondja, hogy igen, lejövök a fiatalok közé, és személyesen teszek tanúságot, úgyhogy igen, sokat jelent, és nagy bátorság tőle. És végül egy fiú, Marcell, aki szintén itt a szervezésben kivette a részét. Neked mi tetszett a legjobban az előkészítő szakaszban? Az előkészítő szakaszban talán a várakozás, és a várakozásnak úgymond a hitéleti része is, hogy várakozunk a püspök atyára, és arra, hogy hát megtörténik az esemény, ahol ugye majd közösen fogunk részt venni, és úgymond ez a program majd eltölt minket egy kellemes és meghitt érzéssel. Milyen kérdések feszegetnek püspök atya kapcsán? Többféle kérdés és többféle témában, hitéleti, személyes, és akár még különböző aktuál politikai és aktuális társadalmi kérdésben is föltennénk bizonyos, talán érdekesebb kérdéseket. Mire számítotok? Ki fog nyílni? Gyakorlatilag minden kérdésetekre választ fogtok kapni? Reméljük, mindenképp. A főpásztor jelentős időt és energiát felszabadítva állt a sarat a kérdések sokaságának. A fiatalok pedig szinte mindenre választ kaptak Felföldi László püspök atyától. Egy valamiben biztosak lehetünk, ennek a találkozónak lesz még folytatása. Kedves nézőink, ennyi fért márciusi hitéleti magazinunkba. Találkozzunk április közepén is, a viszontlátásra!